Köszöntöm az arén hallgatóit a mikrofonnál. Lavai Rihárd, vendégú ma este, vitézi, Dávid, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Kezdjük talán azzal az ügyel, amelyik a legtöbb hírre, vagy legtöbb sajtóbeszámolóra adott okot az elmúlt hetekben, úgyhogy ez a metró. Mikor és hogyan lesz rendben a hármas metró? A hármas metró helyzete az abból a szempontból, érzékeny, hogy egyrészt ugye a metróvonal alig négy évvel később lett átadva, most az első szakasza, mint a kettes metrója, aminek viszont már több mint négy éve zárult le a felújítása. Tehát ugyanazon műszaki logika szerint a felújítás a hármas metró esetében is indokolt. Másrésztről a hármas metrónak az egyel újabb kérek viszont vannak olyan kivitélezéskori hiányosságok, amik azóta is nyomasztanak bennünket. Ezek részben vízbefolyások, részben kisebb szerkezeti problémák, például a, nagy, a, a állomásnál, amikor ez az ominózus eset volt, hogy az álmenyezet egy része leszakadt, darabok belőle leszakadtak, így azért a pontos. A, azt a VKV arra vezeti vissza, hogy, és állítólag voltak már ilyen esetek korábban is az elmúlt évtizedekben, hogy bizonyos szerkezeti hibái vannak ennek a metróállomásnak, amik, nyomás, amik hatására ö, olyan mozgásai vannak a metróállomás szerkezetének, amelyből fakad ez a probléma. Régen volt, többi, két évtizeddel ezelőtt körülbelül álltak volt egy olyan eset, nem néztem ennek én most talposan utána, de, de amikor az üvegajtó meghajlott, amelyik a metroállomás bejáratánál volt. Tehát ö, ö, vannak szerkezeti problémák, amiket javítani kell, és vannak elhasználódási problémákat, amiket felújításra kell kezelni. Ez erre a két részre lehet osztani a hármas metró problématikáját, És van egy harmadik fejlesztési elem, amit, hogyha hozzányúlunk, meg kell oldani, hogy jobb legyen az állomások világítása, jobb legyen az utastájékoztatás, esetleg legyen lift, bár ez a mély állomásokon azért elég nehezen és elég drágán megoldható, de mondjuk vizsgálni ott is kell, de legalább a kéreg állomásokon legyen lift, ahol ma nincs mozgó lépcső legyen. Tehát ilyen típusú fejlesztéseket még bele lehet venni. Egy ilyen projektjavaslatot előkészíteni, megtervezni, építési engedélyt szerezni, majd közbeszerzési eljárás lefolytatni az minimum kettő, de inkább realitások alapján három-négy év. Ilyen munka a fővárosi önkormányzatnál és a Békkeminál nem folyt 2011-ig. Korábban alapvetően a négyes metróra koncentrált mindenki én magam ilyen szempontból nyugodtan tudom ezt a kritikát most is megfogalmazni, mert akkor, amikor a négyes metróról döntöttek, a, még a Veke szóvivőjeként is elmondtam, a Veke elmondta azt az álláspontját, hogy, és én azt gondolom, hogy mind a mai napig helyes, hogy lehet arról vitatkozni, és egyébként arról is jókat lehet, hogy a négyes metró jó nyomvonalon, jó állomás kiosztással épül -e meg, de ha ezt a kérdést egy pillanatra félretesszük, az is egy nagy kérdés, hogy szabadott te 2000-es évek elején a város akkor látható pénzügyi helyzetében minden forrást beletéve egy olyan új metróvonal megépítéséről dönteni, ami lényegében a hatalmas műszaki lemaradását a bkv nem segít behozni, viszont minden tömegközlekedési forrást több mint tíz évre előre látjuk jól, leköt. Hiszen ez a legnagyobb probléma, ha azt nézzük, hogy a négyes metró 370 milliárd forintjából, amit ráköltünk. Most ez mindegy, hogy uniós pénz vagy költségvetési pénz, vagy uniós pénzből is le lehet 3 metrót felújítani, meg villamost építeni, tehát erre a cél ezek a források felhasználók. A, a, a négyes metró első ütemének beruházási forrásából, amelyből az, csak az első most épülő ütem kerül, a teljes hármas metró felújítás, a teljes hévjárműcsere, a budapesti villamoshálózat összes rossz állapotú szakaszának felújítása, új villamoskocsik vétele és ezer darab busz cseréje kijött volna, és ezek, amiket eddig elmondtam, még nem is fedezik le ezt a 370 milliárdos keretet. Ez a pénz hiányzik valójában a rendszerből, ezért nem tartunk ott, mint néhány olyan város, amely azért elhúzott mellettünk az elmúlt egy évtizedben. Egy biztos, és ezt kismerem jelenteni, a város ezzel a típusú közlekedés-fejlesztési politikával szakít és szakított. Azt, hogy a négyes metró második ütemét elhalasztottuk egy évvel ezelőtt, az amiatt volt leginkább, mert ebben a mai helyzetben súlyos szakmai hiba volna a további rendelkezésre álló forrásokat is egy olyan új metró szakaszra lekötni, amit semmit nem vált ki most néhány hetes buszt esetleg kivált, de rendszer szinte nem vált ki a hatalmas beruházási lemaradásból és kockázatokból, és továbbra se jutna forrás olyan sürgős beruházásokra, mint a hármas metró felújítása. Mit tettünk? Négy hónappal az új közgyűlés létrejötte után, és a BKK létrejötte után három hónappal elkészítettük az uniós pályázati dokumentációt a hármas metró teljes felújításának, ezt be is nyújtottuk, ez sajnos még elbírálva nem lett, de most már vannak arra biztató jelek, hogy ez pozitív elbírálásban fog részesülni a Nemzeti Fejlesztési tárca, illetve ügynökség által, ebben bízunk, e, és addig sem tétlenkedtünk, elkészültek különböző résztervek a, a BKV-nál, illetve az, arra az átmeneti időszakra, tehát azt látni kell, hogy arra költségvetési pénze a városnak, a mai adóbevételéből, a mai gazdasági helyzetében, hogy a hármas metrót felújítsa, ez egyszerűen kizárt. Csak ha a hármas metró szerelv, összes szerelvényét lecserélnénk moderni járműre, az mondjuk a mai piaci árakon számolva olyan szerelvényekkel, mint amiket a kettesre veszünk, vagy hasonló színvonalú szerelvényekkel, önmagában olyan 90-100 milliárd forint közötti összeg. Most, ha első ütemben nem is kell mindet lecserélni, akkor is minimum 50-60 milliárd forint között kell költeni a járművekre, és akkor még az infrastruktúráról nem is beszéltünk. Tehát ennyi pénz saját magyar költségvetési forrásból nincsen. Uh, uniós pénzt kell ehhez szerezni, ezért a, ennek a folyamatnak az érdekében az elmúlt másfél évben mindent, amit lehetséges volt a városvezetés, főpagármester úr és a BKK is, illetve a BKV is megtett. Um, ezek több évig tartó folyamatok. Ahhoz, hogy én most itt azt tudjam mondani az aréna hallgatóinak, hogy a hármas metró felújítását idén nyáron megkezdjük, ahhoz 2007-ben kellett volna benyújtani a pályázati dokumentációt és elkészíteni a terveket, és azóta lement volna az építési engedélyeztetés, közbeszerzés és minden. 2007-ben, 8-ban, 9-ben és 2010 első felében semmi nem történt az ügyben, emiatt vagyunk kénytelenek most átmeneti intézkedéseket tenni, de teszünk azokat is, hiszen a biztonság az első, és ugyan vannak nehézségeink, de életveszélyes helyzet a hármas metron nem lehet. Nyilván ez alapvetően az üzemeltető felelőssége a bkv de mind a BKK, mint megrendelő szervezet, közlekedés szervező, mind a városvezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy ez ne fordulhasson elő. Mit tettünk? Egyrésztről részről e, megtörtént a Budapesti Műszaki Egyetem és a Győri Széchenyi István Egyetem szakértőinek, szakértő tanszékeinek részéről a, a hármas metró járműveinek felülvizsgálata e, és egy új karbantartási rendszer kidolgozás, hogy hogyan minősítsék a szerelvényeket, hogy milyen karbantartásra van szükségük, milyen felülvizsgálatok, milyen időközönként kerülnek elvégzésre. A BKV megfogadta az egyetemek ajánlásait, és ez szerint folyik a vizsgálat. Mi ebben nem nyugodtunk bele, azt mondtuk, hogy az elektromos rendszereknél látjuk azt a füstölések egyebek miatt, hogy még mindig szükséges további, új, további változtatások és kockázatelemzések elvégzése. Most folyik az a tender, amin kiválasztjuk azt a nemzetközi tekintélyű tanúsító intézetet, mert ilyen elvárásokat fogalmaztunk meg, amelyik képes arra, hogy ezt a munkát elvégezze. Emellett a pályahibák feltárását azonnal megkezdtük a sebességkorlátozásokra és a kockázatokra tekintette 2011-ben. Most készült el a MÁV felépítményvizsgáló részéről egy teljes körű feltárás a hármas metró vágányállapotainak. Itt alapvetően a következő két évben sínszál cseret, tehát nem a teljes felépítmény cseréje, hanem a sínszál csere több mint 35 km hosszon szükséges a következő kicsit több mint egy évben. Ez ugye nem azt jelenti, hogy hosszabb lett a hármas metró, ugye a vonalon mind két alagútban egy pár sínszál van, tehát összesen négy sínszál fut végig a vonalon, tehát ez a 35 km, ez így értendő. Ezt a munkát, ezt elkezdjük idén, idén is már erre szánunk forrást, és jövőre ez folytatódni fog. Az első ütemben most május hónapban már 600 méter cseréje megtörténik május végéig az éjszakai üzemszünetekben. Emellett a tűzvédelmi rendszerét fejlesztjük a hármas metrónak, a szerelvényekben ez már megtörtént tavaly. Ugye volt egy nagyon szerencsétlen tűzeset, ahol nagyon -nagy szerencsénkre senki nem sérült meg, ami az egyik rádióberendezésből egy elektromos eredetű tűz indult ki, és a másik végében volt a járművezető, nem vette észre, és későn tudta meg. Ennek az ilyen helyzetek kivédése egy olyan riasztórendszer épült be, amiben tudja most már a vezető, hogy ha bárhol a szerelvényben tűz keletkezik, illetve bizonyos oltó kapacitás is beépült, és most pedig fejlesztjük az állomások tűzvédelmét, és olyan új tűzivíz rendszer kerül kiépítésre, a hármas metró állomásain, ami nagyobb nyomású és a, a katasztrófa védelem elvárásainak is jobban megfelel. Tehát azt gondolom, hogy mind annak érdekében, hogy abban az átmeneti helyzetben, amíg egyszerűen az elmaradt előkészítési munkák miatt el tudjuk indítani a hármas metró felújítását, minden intézkedést megteszünk, hogy biztonságos legyen a hármas metró, és én azért azt gondolom, hogy, hogy azért a, a, a pánikkeltés és a. a a, az indokolatlan nyugalom, mint amit a korábbi városvezetés tanúsított között egy, egy középutat kell találnunk. Tehát az ugye mindenféle névtelen levelekkel, meg egyéb utakon történő pánikkeltés is egy véglet, ami nem e, megalapozott, és az is megalapozott lenne, hogyha nem csinálnánk semmit. Tehát minden intézkedést megteszünk, de pánikkeltés és én azt gondolom, hogy nincs sok. E, és ez, emellett pedig azon dolgozunk, hogy uniós forrásokat mi hamarabb be tudjunk vonni, és elindulhasson a hármas metró teljes felújítása, de az egy e, sok tíz, ha nem inkább 100 milliárd forintos program, a maga időigényével építési engedélyek, közlekedés hatóság, közbeszerzések, ezt egy csetintésre a legjobb szakember sem tudja megtenni, de mindent megteszünk, hogy ez minél hamarabb elindulhasson. Ha már itt az anyagi körülményeket említette, egy hallgatónk azt kérdezi, hogy ilyen körülmények között, és most nem feltétlenül a hármas metró fel vagy fel nem, vagy fel nem gondol, hanem általában a BKV vagy a Budapesti Közösségi Közlekedés anyagi helyzetére, finanszírozására. Szóval ilyen helyzetben egyáltalán egy olyan terv, hogy magas vasút épül az őrsvezértéren, miért fogalmazódik meg? Miért? És lesz-e magas vasút az őrsvezértéren? A, ugye ma az egyik bulvárlapban jelent meg erről egy fotó, és ez járta be a sajtót. Itt alapvetően arról van szó, hogy az előbb elmondott elvek mentén elkezdtük előkészíteni azokat a beruházásokat, amiket 2014 után valósíthat meg Budapest. 2014, mint dátum, itt nem a politikai fordulópont választási év miatt kerül elő, hanem amiatt, mert az Európai Unió 7 éves, 7 éves pénzügyi finanszírozási ciklusa 13-ban ér véget, és 14-től indul egy új forrásrendszer. Akkortól megint lesznek 100 milliárd forintos nagyságrendű uniós támogatásai Magyarországnak minden remény és jel szerint, amit ismét közlekedés fejlesztésre fel tud használni. A legnagyobb hiba, amit elkövethetnénk, az lenne, hogyha azt csinálnánk, mint 2007-ben csinálta az ország, hogy nem voltak előkészített projektek, nem tudták elindítani a beruházásokat, és akkor ugyan volt egy négyes metró, aminek már volt finanszírozás, de azt azt betolták az uniós finanszírozásba, ezzel minden pénzt, amit az elmondtam, lekötöttek más beruházások elől. Most még négyes metrós lesz, amit betoljunk, mert az már ebből a pénzből megépül. Tehát a 2014-re nem lesz készen a város előkészített beruházásokkal, az egy nagyon súlyos szakmai hiba lesz. Még akkor is nagyon súlyos szakmai hiba lenne, hogyha most hogy még azt vállalva is, hogy most megkapjuk, hogy álmodozunk azzal, hogy előkészítünk beruházásokat, ezekre lesz forrás, csak fel kell -e időben készülni. Na most viszont itt jön be az az elv, amit elmondtam, és ezt nagyon szigorúan alkalmazzuk, hogy szükség van fejlesztésekre, és nyilván uniós pénzt is csak arra lehet kapni, de ezek nem lehetnek olyan módon öncélúak, hogy nem járulnak ahhoz hozzá, hogy azt az óriás műszaki lemaradást behozzuk, amit ma a tömegközlekedés magáinak tud. Legyen szó a hármas metró állapotáról, vagy legyen szó kevesebb figyelmet kapott az utóbbi években, de legyen szó a hévek állapotáról. De most, hogy a hévekhez eljutunk, akkor előjön a gödörő év állapota, 40 éves szerelvények, rossz állapotú biztosítóberendezés, rossz állapotú pálya. Ha 2020-ig nem tudunk uniós forrást bevonni a hévei, állapotának javításra, itt még a Ráckévei és a Csepeli vonal az, ami szintén nagyon megérett erre, akkor nagyon kérdéses, hogy hogy fog 2020-ig működni ez a rendszer. Mi azt gondoljuk, hogy ha gördülői héven van szerelvénycsere, van pályafelújítás, hozzányúlunk az infrastruktúrához, akkor már egy nagyon kis többletköltséggel. Egy olyan addicionális fejlesztés adható ehhez hozzá, hogyha összekötjük az ősvezér terén a kettes metróval, ami viszont nagyon sok új utast vonzhat, nagyon hozzájárulhat a tömegközlekedési rendszer fejlődéséhez, például, például, azzal, hogy az M0-as mentén a kistartsai kórháznál létesítünk egy hatalmas P pluszer parkolót, és onnan akkor át lehet szállni, és az m 0 a Deák tére 25 perc alatt metróval be lehet lenni, de ez csak egy elem, nyilván az egész 16. kerület, 17. kerület, az agglomerációs településekben a kiszolgálásuk közvetlenül érintett, nem is csak P okokból. Tehát így épül ez föl logikailag, ennek a projektnek az előkészítésére, megtervezésére már megkaptuk az uniós támogatást, tehát ez elkezdődik, és ebben az értelmezési környezetben merül az föl, hogy egyébként milyen műszaki megoldással lehet átvezetni az ősvezérterén, alapvetően kétféleképpen, vagy kéregvasútként, vagy lábakon, ha úgy tetszik, magasvasútként. Mind a két műszaki megoldás lehetséges, a tervezésnél fogjuk eldönteni, hogy melyik az, amelyik pénzügyi, gazdaságossági, műszaki, városképi szempontból a járható út, és akkor fog döntés születni. Most ez mint egy új lehetőség vagy opció került ma elő ebben az újságcikkben. Ugye a finanszírozásnak az egyik több vagy az egyik forrása lehet, hogy a közösségi közlekedés, a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozásnak az egyik forrása lehet egyebek mellett a dugódi, ugye erről sokat beszéltünk itt az arénában is, a főpolgármester úr is nem megette ezt. Ehhez szorosan kapcsolódik ugye az utak felosztása a fővárosi önkormányzat és a kerületek között. Hol tart ma ez az ügy? Hát, hogy ez kapcsolódik-e szorosan, vagy nem, én azt gondolom, hogy ez nem nagyon lehet vita tárgya, vagy nem szabad vagy az legyen. Tehát én oda semmiképpen nem szeretném, hogy eljussunk, de én nem is látok a senki részéről ilyen szándékot hogy a dugódi az a kerületekhez folyjon be. A parkolási díjak egy nagyon nagy része így is oda fog befolyni 2013-tól az új kormányzati törvény szerint. Én azt gondolom, hogy ez nem lenne egy helyes megoldás, hogyha ez nem a tömegközlekedés fejlesztésére folyna be. Valóban a mai törvényi háttér szerint az utak tulajdonjogának változásával akár úgy is lehetne értelmezni hogy a, ha több út kerül a kerületekhez, akkor ők jogosultak a dugódíjra. Ezt egy módon lehet ezt a kérdést helyre hogyha módosul a törvény. E, ugyanis e, erre van is elszántság egyébként. Abban a megállapodásban, amit a kormány és a főváros kötött egymással a BKV finanszírozásáról április végén, abban a kormány vállalást is tett arra, hogy ezt a törvényi hátteret átalakítja. Tehát azt gondolom, hogy mi nyugodtak lehetünk a felől, hogy önmagában az utak tulajdonjogának változása nem fogja a dugódíjat kivenni a budapesti tömegközlekedés a finanszírozásából, de ehhez kell még törvénymódosítás. Tani. ami a a tutak elosztását egyébként illeti itt nyilvánvalóan sokféle szempont találkozik. Alapvetően a kerületek és a főváros most megállapodásra törekszik ebben a kérdésben. Nyilván a BKK szerepeben egyrészt az, hogy majd ami feladatot a végén kap, mint fővárosi kezelő azt végrehajtsa, ezt végre is fogjuk hajtani. Másrészt nekünk van egy általános szerepünk, mert a kerületek útjainál is mi vagyunk a forgalomtechnikai kezelők, tehát a forgalmi rendbe beleszólásunk van. Én egy dolgot tartok ebben nagyon fontosnak, és ezt is képviselem szakmailag. Olyan nem fordult elő, ugye kicsit távolabbra kezdve, 90 óta, ahol busz jár, azok az utak a főváros üzemeltetésében vannak, kezelésében gyakorlatilag. Ez itt az új rendszerben megváltozna, és lennének olyan kisebb utcák, amikkel ugyan jár busz, de a kerületekhez kerül. Én azt gondolom, hogy önmagában az, hogy a egy utcának az egyik szakaszát, a kerület másik szakaszát a főváros tartja fönn. Ezekben lehet észszerűsíteni, hogy most ebbe feltétlenül jó irány a kerületekhez koncentrálni több feladatot, vagy nem, ez nyilván egy önkormányzati filozófiai kérdés, Ebbe megoszlanak a vélemények mondjuk így, de egy biztosan nem történhet meg, én azt gondolom, vagy nem szabad hogy megtörténjen, hogy a tömegközlekedésért felelős főváros ne tudjon mondjuk egy buszsávot kijelölni egy utcán, ahol busz jár, vagy ne tudja hogy azt megmondani, hogy hol legyen a megálló, Uh, hanem ebbe olyan típusú részérdekek tudjanak dönteni, hogy az a másik kerület utasai szállító busz, az nekem nem olyan fontos, és inkább nem, mert azért láttunk már ilyet mondjuk Budapest első, elmúlt húsz évében. Tehát uh, én szakmilag azt képviselem, hogy az ilyen helyzeteket kerüljük el szabályozással, és a kerületek és a főváros közötti hatáskört sokféleképpen meg lehet osztani, de olyan helyzet, én azt gondolom, hogy szakmilag nem szabad, hogy előálljon, hogy részérdekek tudják felülírni az egyébként politikailag, meg várospolitikailag is fontosabb közlekedési módok egységes rendszerének működő képességét. Azt gondolom, ez az elve, ez abszolút találkozik egyébként azzal, amit Főpolgármester úr is ebben képvisel, vagy megegyezik azzal, és abban bízom, hogy ebben a jogszabályalkotási feladatban, ami most vár még a kormányra és a parlamentre ez ügyben, hiszen ez az egész új rendszer 2013-tól indulnál ezek a szempontok hangsúlyosak szerepelni fognak, és ha ez így lesz, akkor függetlenül attól, hogy most melyik az út kinek a tulajdonában van, az biztosítható lesz, hogy Budapesten egy egységes közlekedés politika mentén szerveződjön a város, mert kerületi közlekedés politikák mentén nyilván nem lehet összerakni, de ebben nyilván is is vita, tehát ezt mindenki érzi. Mikor lehet megállapodás a kerületekkel és a fővárosi főváros és a kerületek között az utak tulajdonát, jogát illetően? alapvetően mi ebben ugye egy jogalkalmazók vagyunk, tehát ezt nem tudom pontosan megmondani, de azt gondolom, hogy miért a nyári szabadságok, vagy nyári szünet, vagy ha már amennyire az van, elindul azelőtt ezt a kérdést még azért jó lenne lezárni, hiszen az ősz az már azért annak a technikai lebonyolítására azért éppen csak, hogy elegendő lesz. Ha már itt a finanszírozásról beszéltünk, egy picit kanyarodjunk itt vissza egészen konkrétan szorosan a finanszírozás kérdéseihez. Több hallgatónk is kérdezett a, a BKV tarifáival kapcsolatban, szóba került a nyugdíjasok utazási kedvezménye, gyerekkedvezmény például miért nincs. Tehát a tarifa struktúra az ö, sok ezek a kérdések alapján is úgy tűnik, hogyha nem teljesen illeszkedne mondjuk az utazási szokásokhoz, vagy legalábbis ahhoz, amit, a, amit az utazó közönség szeretne, vagy talán vonzóbbnak értékelne. Változhat a tarifa struktúra, a tarifa politika érdemben? Egyrészt ma már ezek nem BKV tarifek, hanem BKK tarifák lettek május 1 bár ez nyilván nem, mondja, nem, nem utasok szempontjából annyira lényeges, persze az utasok szempontjából, de nyilván az, hogy megváltozott ez a struktúra, ez a feladat átkerült a BKK-hoz a bkv -tól. Ami a lényeget illeti, azt gondolom, hogy nagyon sok olyan igény van, amit nem lehet a mai technológiai megoldásokkal kiszolgálni. Például az, hogy lehessen interneten keresztül bérletet venni, most ezt nyilván postán el tudjuk küldeni, de, de azt hogy mondjuk, hogy egy kártyát otthon föl lehessen tölteni, az új egyrendszer kell. Ezen a kollégáim gőzerővel dolgoznak, és én azon vagyok, azon, azon dolgozik az egész BKK vezetés, hogy 2014-re ennek érdemi eredményei legyenek. Nyilván rengeteg olyan kérdés van, amit még le kell lehezárni zárni, hogy honnan lesz pénz a beruházás hogyan lehet megteremteni az összhangot, ami kiemelt célunk, és, és ebből semmilyen gyorsaság oltárán nem fogunk engedni, hogy integrált legyen a rendszer, mind a Magyar Állam volánbusz mávos elővárosi tarifarendszerével, mind a Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel, amelyik ugye az új diáki és számos más személyazonosító okmánynak lesz a kártya. Azt szeretném elérni, azt szeretnénk elérni, hogyha valaki diáki oda megy a pénztárhoz, akkor ott anélkül, hogy matricákat ragaszgatnának rá, meg ellenőriznénk, meg minden például pluszkártyákat adnánk neki, a, kedvezményre jogosult legyen, és hogyha rátölt annyi pénzt, nem is kell a pénztárba otthon bárhol arra a kártyára, akkor a diák igazolványal tudja használni a, a, diák kedvezményét, és azzal tudjon bemenni mondjuk a metróba, hogy ott lesz kapu. tehát ezekből a célokból nem lehet engedni, ezek nyilván sokkal komplexebbé teszek informatikailag a problémát, de ha ezekből engedünk, akkor megint egy fél megoldás fog születni, és ezt pedig nem szeretnénk ami pedig a, az ilyen ma is megoldható kérdéseket illeti, itt rendszeresen faragunk a tarifarendszeren. Én, egy ma is azt látom, hogy sok olyan, sok olyan termék van, amit Nyilván, ha a BKK vagy a BKV elkezdene olyan marketing kampányokat folytatni, mint amilyeneket mondjuk egy mobil szolgáltató folytat, akkor mindenki azt mondaná, hogy hová költjük ilyen nagy mennyiségben ilyen célokra, meg minek az úgyis mindenki tudja, hogy milyen egy van. Ehm, nyilván ebbe kell egy optimumot találni. Én azt látom, hogy nagyon sok olyan egy típusunk van, ami sokszor sokkal jobb lenne az utasnak, mint amit használ, de nem tud róla, hogy van. Ehm, tehát most például azzal szembesültem, hogy érkezik egy ehm, iskolás csapat Budapestre, és van olyan csoportos jegyünk már, ami öt embernek, ha együtt utaznak, ehm, hatalmas kedvezmény biztosít, de nem tudnak róla sokan, hogy ez létezik. Vagy éppen a kisgyerekes témánál tartva kiterjesztette a BKK javaslatára a Fővárosi Közgyűlés 2012-től a kisgyerekes bérlet, úgy régi nevén kismama bérlet érvényességét. Tehát most már nem csak a, a Gyesen, hanem a Tégyáson és Gyeden lévő anyukák is jogosultak arra, hogy kisgyerekes bérletet vásároljanak jelentős kedvezménnyel. Vagy ilyen például az, hogy terjesztettük a 24-72 órás idéket a Mávstart és a Volánbusz járataira is. Tehát számos ilyen bővítés történt, nyilván vannak még hasonló lehetőségek, éppen ma, ma változtattuk meg azt a szabályt, voltak ebből félreértések, az, vagy hát konfliktusok, és felülvizsgáltuk a korábbi rendszert, hogy valaki elfelejti, hogy 10 évig érvényesek ezek a bérleti igazolványok, amik, amiknek a számát rá kell írni a szelvényre, és amik azzal együtt érvényesek. Ha ez lejár, akkor eddig a jegyelenőrök pódiaszták az utas, és sokan azt mondták, hogy megvették a bérletet, tíz évig volt igazolva, amikor elfejtették kicserélni, miért kapnak pódíjat. Ma vezettünk be egy olyan új rendszert, hogy mostantól az ellenőr ráír egy F betűt, egy figyelmeztetést, és egy dátumot, és valaki nyolc napig nem cserél ki csak után, és megint használja, akkor lesz csak pódiazva, egyébként nem, tehát enyhítettünk, hogy ezt a Egyébként hát félig meddig jogos panaszt, ezt, erre megoldást találjunk. Tehát igyekszünk ezt a rendszert faragni és javítani minden módon. Én minden javaslatot ezügyben köszönök, hogyha megosztanak velünk az utasaink, de, igazán nagy áttörést akkor lehet hozni, hogy ezt a papíralapú technológiát ezt leváltjuk, és egy sokkal rugalmasabb elektronikus rendszerre átállunk, mint ahogy ma már egy az, az életünk nagy része. Egyébként. Így megy. Hát ahogy az előbb mondtam, 2014-be oda lehet eljutni, ha minden más kérdés sikerül lezárni, az előbb említettem, hogy azért vannak még nyitott kérdések bőséggel. 2014-re oda tudunk eljutni, hogy a bérletek hogy Ugye két nagyon nagy infrastruktúra is eleme van ennek a beruházásnak. Az egyik az az, hogy több mint tízezer jegykezelőt kell kicserélni, mind a metróállomásokon, mind a járműveken. Utóbbi az kábelezést igényel, a járművek teljes átkábelezését olyan járműveken, amiket nem is bontottak meg akár évek, hosszú évek óta, és azt se tudják, hogy melyik kábel pontosan honnan hova megy. Tehát azért ezek elég nagy munka és időigényes. Tehát ez engem is nem is a bonyolultsága nagy, hanem ez egy időigényes folyamat. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy minden járművön új egykezelő legyen, minden metróállomáson új egykezelő legyen, sőt kapuk is legyenek, ez 2015 előtt nem reális, ezt nem lehet fizikailag végigvinni közbeszerzéssel mindennel együtt. Az, hogy a bérleteket lecseréljük, és legalább az állandó utasainknak már azt a kényelmet, hogyha elvesztik a bérletüket, akkor nem vesztették-e valójában csak a kártyájukat, és egy új kártyára rá tudják tölteni a bérletterméküket. Az, hogy otthonról, internet mellől, vagy, vagy mobiltelefonon meg tudják hosszabbítani a bérletük érvényességét, és annélkül, hogy sorba állnának, pénztárba mennének. Az, hogy a hamisítást ki tudjuk ezzel szűrni, mert ma ezért sajnos ez egy problémánk. Az, hogy a jegyautomatákat ki tudjuk cserélni, és sokkal okosabb jegyautomatáink legyenek, amik megbízhatóan lehet pénzbe dobni, meg vásárolni belőlük mindenféle egy típust. Szóval ezeket meg tudjuk 14-re lépni, ez a célunk, ezen dolgozunk, és ennek a következő lépése az, ami valószínűleg már 2015-re át fog csúszni, hogy az összes jegykezelő legyen cserélve, és a jegyeket is átálljanak egy korszerűbb struktúrára, illetve hogy a metróba csak kapukon keresztül lehessen belépni, tehát a blitzelést így vissza tudjuk szorítani. Vitézi Návid, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója az Arena Mosti vendége. Rövidesen innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.